Sziasztok, Szűcs Robert, Lucius vagyok, a Pici Gurman Barbecue-tól, mai Sapesz Weber, hiszen a mai nap a Weberrel fogunk foglalkozni, mégpedig ezzel a pellet grillel, ami a Webernek a válasza arra a jelenségre, hogy tulajdonképpen a grillezésben, a barbecue-ban, a szabadtűzi sütésben egyre nagyobb teret foglalnak el azok a készülékek, amik Wi-Fi-ről, Bluetooth-ról, különböző alkalmazásokon keresztül vezérelhetőek, és igazából úgy hívhatjuk őket, hogy kényelmi grillek, krémelmi készülékek. Ugye a Smokefire ez a kisebbik verziója, és ezt fogjuk ma kipróbálni. Én már beüzemeltem korábban, letöltöttem a hozzá való alkalmazást, ami tulajdonképpen a Weber Connect. A komplett receptek vannak az alkalmazásban elérhetőek, hőfokkal, előkészítésekkel és különböző lépésekbe szedi össze azt, hogy mondjuk egy kiterített csirkét vagy egy hosszú sütésű sertés oldalast hogy kell végigvinnünk. A mai napon egyébként sertés oldalast fogunk sütni, egyben tarját, amit szeletelésig fogunk elvinni, tehát nem széttépjük. Ki fogjuk próbálni a GD's-nek Fairy rabját sertésen is, és kacsa mellen is. Utána pedig kipróbáljuk azt, hogy tudunk searingelni, tehát pirítani ezen a grillen, hiszen 90-től 300 fokig vezérelhető, ami azt jelenti, hogy ezen bizony steaket is tudunk sütni. Az első ránézésre és első tapintásra érződik, hogy ebben a grillben van anyag bőven. A lábai rendkívül stabilak, rendkívül strammak, rendkívül erősek. 4 darab görgős lábról beszélünk, ebből 2 fékezhető. Gyárilag egy oldalasztallal szállítják, amihez van 2 ilyen kis akasztónk. Opcionálisan rendelhető hozzá egy asztal, amit nagyon egyszerűen le és fel tudunk nyitni, illetve a túloldalára rendelhető szintén egy oldalasztal, akkor a fogantyú az oldalasztal végére lesz felszerelve, és azt hiszem, hogy így már nagyon komoly munkaterületet tudunk magunknak közvetlenül a grill körül kialakítani. Most nézzünk bele a grillbe. Tehát a grillben nemes acél rácsok vannak, ami borzasztóan szimpatikus, és már ismerhetjük a prémium Grom grillekből, és itt van az a GBS system, egy Weber szabvány, és ezen a rendszeren belül rendkívül sok kiegészítőt kínál, és ezek a kiegészítők mind kompatibilisak egymással. Ez a GBS system megtalálható a gázgrillekben, megtalálható a prémium gömbgrillekben és megtalálható a pelletben is. Ez a rács, ez a betét középről kivehető, és ide behelyezhetünk különböző kiegészítőket. Egy igazi kényelmi grill, elektromos betáp szükséges hozzá. Tulajdonképpen itt maga a pellet az, ami elég a tűztérben, ahová a pellet tárolóból egy automatikusan működő csiga adagolja, automatikusan adagolja a pelletet. Ez a pellet elég, és ez a pellet biztosítja a hőforrást, és biztosítja a kellemes füstöt. 3 pelletet kínál a Weber, van egy Alma, van egy Hickory, és van egy Competition Blend, de ezen kívül még egyéb márkákkal is vannak különböző ízeink, amiket érdemes kipróbálni. Tehát itt található alul az elektromos kábelnek a csatlakozója, illetve mellette közvetlenül van egy főkapcsoló, amit azonnal ki tudunk tapintani, ezzel lehet ugye áramtalanítani teljesen a grillt. 2 darab szondát ad hozzá a Weber gyárilag, de 4 csatlakozóhely van a vezérlőn, tehát tulajdonképpen 4 szondát tudunk hozzá csatlakoztatni, mind a 4-hez tudunk beállítani külön-külön hústípusokat, akár külön-külön előre rögzített receptet. Riaszt bennünket, hogyha valami tennivalónk van, vagy ha kész van a hús. Alul van egy tálca, amiben gyűlik a hamu, illetve a zsír összefolyó. Ebben a szabvány Weber alutálcát tudjuk cserélni, tehát ennek is rendkívül egyszerű a tisztítása. Viszont van egy olyan eszköz, amit mindenképpen érdemes beszerezni a pellet grillekhez, de nekem nagyon jól szokott jönni a hamadókhoz is. Ez tulajdonképpen forró hamut is tud szívni, és ezzel a kis fém csővel, lapított végű csővel, elég
szűkös helyekre is beférünk, tehát borzasztóan megkönnyíti magának a grillnek a takarítását. És én a pellet grillemhez vettem először ilyet, de a Kamadóhoz is használom azóta. Úgyhogy ezt mindenképpen javaslom, hogy szerezzetek be egyet a pellethez, vagy bármilyen más grillhez, ahol hamut kell esetleg eltakarítani, mert rendkívül megkönnyíti a dolgot. Tehát mi az, amit ma sütni fogunk? Ma sütni fogunk két tábla oldalas, sütni fogunk egy darab mangalica tarját, ezek mind hosszú sütések lesznek, majd sütni fogunk egy kacsa mellett. A kacsa mellett azt hideg öntött vas edényben fogom elindítani, hogy szép ropogósos jön a bőre, és nem lesz egy igazán hosszú sütés, rozéra fogom elkészíteni. Mindenképpen az új Giri's Fairy gyümölcsös rabot szeretném kipróbálni ezen a vonalon, illetve a végén ki fogjuk próbálni a szíringelést, tehát a pirítást, tehát 300 fokra fogom beállítani a hőmérsékletet, és egy bélszint fogunk elkészíteni rajta, tehát sztékezni is fogunk, úgyhogy lesz hosszú sütés, fogunk betenni köretet, fognak különböző egész húsok készülni, illetve a végén egy sztéket is elkészítünk, tehát tulajdonképpen én azt mondom, minden funkcióját ki fogunk próbálni, úgyhogy csapjunk bele, és nézzük meg azt, hogy mit fogunk ma összehozni. Én már közben azért becsempésztem ide egy kis kolbászt, és beraktam a két maghőmérőt. Igazából én főleg a kolbászt nem nagyon szoktam maghőmérőzni sütés közben, de most ezt a két szenzort ezt mindenképpen bekötöttük, hogy lássuk azt, hogy működik a sütő. Tehát már becsomagoltuk a két oldalast, és becsomagoltuk a mangalica tarját is. Egy kicsit meg van szószózva, úgyhogy én úgy gondolom, hogy egy óra múlva ki lehet venni a csomagolásba, egy kicsit még visszatesszük, kap egy utolsó füstöt, és addig szépen előkészítem a kacsa melleket, illetve a kacsa mellett, és betesszük azt is a cucc mellé, azzal az öt darab kolbásszal, amit bátorkodtunk meghagyni így az étkezés végére. És a krumpli kész van. Gyönyörű, puha. Ezt még majd a kacsa zsíron egy kicsit meg fogjuk pirítani. Na hát az a helyzet, hogy itt mi már beraktuk az oldalasokat ilyen csónakcsomagolásba, úgyhogy még megy egy út fél órát ugye a szószal, és akkor szépen kialakul a végső állag, a végső forma, és szépen befűszereztük ezt a gyönyörű kacsa mellett, ami már most elkezdte kiengedni a zsírját a napon felmelegedett serpenyőn, és akkor ezen a tulajdonképpen hideg serpenyőn fogjuk betenni, szép fokozatosan fog felmelegedni, megkapja a füstöt is, és hát elképzelhető, hogy menet közben a zsírjától megszabadítom, majd az kiderül. Most jön az a rész, amikor kipróbáljuk azt, hogy lehet pirítani, magas hőfokon sütni. Nekem már van itt egy szép bélszín előkészítve, amit 125 Fahrenheitig elvittem, tehát ez egy reversio technikával elkészített bélszín lesz. Annyi szépség hibája van a dolognak, hogy nem kötöztem össze, mert az elmaradt. És most jön az a rész, amikor felveszem a hőmérsékletet, illetve felviszem a hőmérsékletet a maxra, és akkor megnézzük, hogy mennyi idő alatt éri el. Viszont most szólt, hogy kevés a kakaó, tehát pelletet kell beletöltenem, úgyhogy először töltök bele egy kis pelletet, aztán pedig beállítom az applikáción keresztül a max hőmérsékletre, és indul a mandula. Szóval megkaptuk az üzenetet, hogy elérte a megfelelő hőfokot. Én elindítottam a stoppert, de nem tudom kinyitni a telefont, és nem mondom el a kódot senkinek. Úgyhogy levesszük a harci díszt. Szűk 8 perc alatt elértük 140 fokról a 300 fokos hőmérsékletet, és most jön az a rész, amikor ezt a darab bélszint meg fogom grillezni. De nem ebbe a kesztyűbe, majd húzok egy másikat. Kedvenc grillcsipeszem, hosszú, strapabíró, 2 kilós oldala simán meg tudok vele forgatni. Egy kicsit körbesütögetjük.
aztán meglátjuk, hogy mi sül ki belőle. Lassan célegyenesbe érünk, és most maghőmérőt váltok. Van az Inbirdnek ez a gyors reagálású szerkezete. Ami nekem nagyon tetszik benne, hogy bárhogy tartom a hőmérőt, bárhogy mérem, mindig fordul a kijelző. És mindig úgy látom, ahogy kell. A másik pedig, hogy nagyon-nagyon gyors, úgyhogy most rámérek a bélszínre. Gyönyörű színe van. Kész van a bélszín, tehát túl vagyunk azon a próbán is, hogy hogy lehet magas hőfokon grillezni, és gyönyörű színe van, tehát hihetetlen. És most jön az a rész, amikor azt mondom neki, kedves barátom, eleget dolgoztál, ugye megint jön, hogy elérte a hőmérsékletet. Egyébként felment közben 315-re, tehát fölküldtem 315-ig, tehát ez a maximum hőmérséklet, 90 Celsius foktól 315 Celsius fokig, borzasztó gyorsan elérte. Jó, és akkor van itt nekem egy ilyen, hogy a grill kikapcsolása, leállítás. Ez körülbelül 15 percet vesz igénybe, ne válassza le az áramforrásról. Hát ezt nem tudjuk megtenni, viszont a maradék hőt kikasználva vissza fogjuk tenni egy kicsit azt a vasserpenyőt a krumplikkal, és egy kicsit pirítunk még rá. Úgyhogy most ez a része jön, aztán pedig szépen felszeletelünk mindent, és megmutatjuk nektek azt, hogy mi is az, amit ma itt összehoztunk. Na hát itt van a mai nap termése, itt van a tarja, a kolbászok, amit Ozsvárd Gabitól kaptunk. Itt vannak az oldalasok, a kétféle oldalas, egy kicsit összekutyultuk itt a vágásnál. Ott van a kacsa, meghozták a serpenyős burgonyát, savanyítottunk egy kis uborkát itt reggel, illetve egy kis hagymát. Úgyhogy én azt hiszem, hogy szépen összeállt a menü. Hihetetlen jó a sütő. Nagyon jól kezelhető, borzasztó gyorsan váltakoznak a hőmérsékletek, de természetesen tapasztalni kell, tehát nem ez lett életem oldalas, egy kicsit gyenge a bark, én úgy gondolom, hogy még kellett volna neki időt hagyni, de hát minden sütőt ki kell tapasztalni, igazából nálunk a kamadóknál is van 6 féle méret, és mind a 6 méret különbözőképpen viselkedik, tehát itt is ez egy új fajta sütő, amivel néhány sütés után nyilván az ember sokkal jobbakat tud produkálni. Minden esetre jól sikerültek az ételek, tehát hogyha megnézzük ezt a tarját is, akkor látjuk a füstgyűrűt, tehát szépen megkapta a füstöt, szépen elszakad a tarja, tehát nagyon jól szeletelhető, de mégis borzasztóan puha. Ennyit már az Áron Misi Móka tára, vagy hogy is volt, az nem emlékszem. Úgyhogy pá mindenkinek, ha esetleg szeretnétek megnézni élőben is a Smoke Fire-t, akkor gyertek le a bemutatóterembe. A Smoke Fire is van, Campshake-ből is van, Campshave-ből is van, mind a kettő méret, úgyhogy nagyon szívesen megmutatjuk bármikor. Sziasztok, a legközelebbi viszontlátásig!